Sokszor hangoztatjuk azt, hogy a zene mindenki. Mindegy, ki milyen bőrszínű vagy felekezethez tartozik, mégis teljesen univerzális és jelen volt az emberiség kezdeténél is. De mi a helyzet azokkal, akik ezt nem élvezhetik, mert halláskárosultak? Ismerik-e egyáltalán a zenét? Az igazság az, hogy sok siket játszik hangszeren és napi szinten vesz részt valamilyen zenei tevékenységen. Tévhit, hogy nem tudják élvezni a zenét. Arról nem is beszélve, hogy számos előnnyel jár, ha egy siket gyermek vagy fiatal úgymond zenél. A zene segíthet a gyermekek önbizalmának növelésében, ösztönözheti az érzelmek megismeréséhez, és segítheti a finom motoros készségek fejlesztését. Hogyan értékelhetik és adhatják elő a zenét a siketek? A hallássérült zenészek gyakran használják hangszerük rezgését, vagy azt a felületet, amelyhez csatlakoztatják, hogy segítsenek érezni az általuk keltett hangot, így bár előfordulhat, hogy nem hallanak, a siketek használják a játszás által kiadott rezgéseket. A siket énekesek, mint például Mandy Harvey, mezitláb áll a padlón, hogy érezze ezeket a rezgéseket. Evelyn Glennie, ütőhangszeres is különösen híres erről, és állítólag még Beethoven is használta a zongorán keresztül érzett rezgéseket későbbi éveiben, amikor már teljesen süket volt. A zenei rendezvényen résztvevő siketek léggömböt vagy hangszórót használnak az előadók által keltett rezgések érzékelésére. Hogyan játszhatnak a hallók és a siketek együtt? A hallózenészek különféle jelzéseket használnak, a legnyilvánvalóbbak egymás előadásának meghallgatásából származó auditív, magyarul hallható jelek. Más zenészek vizuális jelzései is fontosak. A zenekari és nagy együttes művekben ezt a karmesteri pálca adja, de ilyen jelzéseket más előadók is adnak kisebb csoportokban. Egy gyors pillantás, felhúzott szemöldök vagy fejbiccentés közvetítheti a jelentést. Néhány siket zenésznek még van némi hallása, így bizonyos hangok még mindig érzékelhetőek a zenészek számára. A hallható, auditív jelzések azonban nem állnak rendelkezésre a teljesen siket zenészek számára, és a vizuális jelzések nem mindig adnak elegendő információt ahhoz, hogy az interaktív próba és előadás élvezetes és hatékony legyen. Ezért olyan fontos a vibráció a siket zenészek számára. Az érzékszervi fogyatékossággal élő emberek valójában ugyanúgy szeretnének részt venni a zenei és sporteseményeken, ugyanúgy, mint bárki más. Az a tény, hogy hallássérült vagy látássérült nem jelenti azt, hogy nem szeretne részt venni egy eseményen. Ezért fontos, hogy a helyszínek és a szervezők felismerjék, hogy az észszerű kiigazítások jogi kötelezettsége rájuk is kiterjed. Ez egy fontos módja a társadalom befogadó báttételének. A jelnyelv is nagyon fontos a gondolatátvitel miatt, hiszen ezen keresztül is megértheti a nem halló közönség, hogy a dalnak milyen a kontextusa. Így olvasva a jeleket és érezve a rezgéseket, teljesen átadhatják magukat a zenének. Ha érdekelnek az ilyen és ehhez hasonló tartalmak, kövesd a csatornámat, de addig is mindenki pörögjön rá a kedvenc zenéire!